Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, a Pécs Televízió sportműsorát látják. Mai adásunkban a hírek és eredmények mellett folytatjuk sorozatunkat, amelyben az utánpótlás helyzetét, az utánpótlás nevelést járjuk körül. Tartsanak velünk! Összefoglalunk élén hírek, eredmények röviden, labdarúgó NB1. Kecskemét PMFC 0-4 kiütéses győzelem. Az NB2-ben 6 nyeretlen mérkőzés után megszerezte első győzelmét a PVSK. PVSK Pécs 96, Motim TE 4-2. Az NB3-ban gólgazdag mérkőzésen Nagyatád Pécsi Postás 3-3. A megyei első osztályban Szigetvár Peac 0-1. Kosárlabda NB1 A csoporta hölgyeknél PVSK Mizó Kecskemét 88-57. Ahogy már hírül adtuk, a Matevese férfi kosárlabda csapata az Amerikai Egyesült Államokban túrázik, egyetemi és főiskolai csapatokkal játszik. Második mérkőzésük is vereséggel ért véget, ezúttal a Yorkton együttese bizonyult jobbnak. A végeredmény Yorkton Matevese 71-68. A magyar férfiváltó a harmadik helyen végzett a rövidtávú gyorskorcsolya világkupa negyedik futamán Székesfehérvárott. Ez azt jelenti, hogy a magyar csapat a sportág történetében először léphetett fel a dobogóra. A váltónak, a csapatnak pontosabban két pécsi tagja is volt, Knok Balázs és Turmezei Péter. Békés Csaba gyermek és serdülő női párbajtőr verseny a pécsi vonatkozású eredmények. A gyermekeknél Pap Zsanetta a hatodik helyezett lett, ő a Jókai DSK Peac versenyzője. A serdülőknél Szép Nóra a hatodik, Kisidai Katalin pedig a nyolcadik helyezett lett. Szép Nóra szintén a Jókai DSK Peac versenyzője, míg Katalina Peacot erősíti. A Szegedi Országos Akrobatikus Rock'n'Roll versenyen szintén ott voltak a pécsi Fordan esett táncosai is, az ő eredményei következnek. A 10 év alattiak kategóriájában harmadik Buckó Dávid Héra Krisztina, a Junior 1B kategóriában első Tóth András Cservenka Renáta, míg a Junior 2-esek kategóriájában harmadik Manaszes Zoltán és Wolf Judit, felkészítő tanárok Pap Viktor és Majorlaki Lívia. A következőkben folytatjuk az utánpótlás nevelés helyzetét bemutató sorozatunkat, ezúttal a PVSK labdarúgóinál jártunk. Vannak, akik azt mondják, hogy a gyermekkorban a játék a fontos. Van, aki azt mondja, hogy a képzés a fontos. Hát mi a fontos valójában? Hát én szerintem ezt a kettőt ezt nem lehet külön választani. Ez mind a kettő nagyon fontos ebbe a korba, hogy egy U15 éves korosztályban vagyok edző, én mind a kettőt nagyon fontosnak tartom. Nagyon tehetséges gyerekek vannak a kezeim közt, most így érzem, aztán, hogy a későbbiek folyamán, hogy mi lesz belőlük, ugye hát ezt most még nem lehet erre választ adni, hát én nagyon bizakodó vagyok. Péter, hogy választottad ezt a labdarúgás sportágat? Hát már apukám is futballista volt, és ezért választottam főleg. Hogy megy? Hát elég jól megy. Nagyon tetszik itt a csapat, és az edzővel is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Tavaly házi gólkirály voltál, az idén hogy megy a góllövés? Hát az idén nem annyira, de azért elég jó. Ideig 5 gólt rúgtam. Na most Péter, hogyha felnőtt leszel, kiállod a sulit, akkor mit fogsz csinálni? Tehát gondolok itt a focira. Hát elsősorban mindenkit focista szeretnék lenni. Hogyha nem sikerül, akkor meg... Nem tudom, valamilyen számítástechnikai pályán szeretnék tovább tenni. De focizni vagy sportolni fogsz azért? Persze, mindenképpen, hogyha nem is profi szinten, de amatőr szinten biztos. Nos, ennyi fért mai sport összefoglalónkba. A nap folyamán természetesen láthatnak még sportműsort itt a Pécs Televízió műsorában. Tartsanak akkor is velünk. Én további kellemes napot kívánok. Viszontlátásra!